Amikor írtam Józsinak, hogy akkor este 7-kor action, visszakérdezett, hogy és ez lesz a két set, és korábban küldtem neki képet bevásárlásaimról, ami 4 meccsör volt, 4 ilyen nagyüzemi, meg a Dreher Borsodi Mester és Soproni 1892, és szerintem már a kifogásokon gondolkozott, hogy hogy mondja le a szeánszt, de valójában én ezekre gondoltam, ezekre a Freistetterekre, amiket Ausztriából kaptam kedves nézőmtől, aki szerintem valahol Dorog környékén lakik, mert ezt is oda postázta be a pósomékhoz. Az a helyzet, hogy az osztrák sörkultúra az annyira irtozatosan magas szinten van, hogy felfoghatatlan, hogy tényleg szeretjük a német söröket, csodáljuk a német söröket, tényleg jók is a német sörök, de hogy itt van a szomszédban egy olyan sörkultúrájú ország, hogy már ha megnézitek az osztrák sörök lejátszó listámat, hogy azért az már elég hosszú. És ha megnézitek a videókat, látjátok, hogy majdnem mindig ezek vannak, ilyen pornoszinkron jellegű tesztelés folyik. Na, milyen volt a másik? Ilyen kis kenyeres, ilyen búza. Vagy a maláta, igen, nem tudják eltitkolni a malátát. Azt is, de jó illata van, de nincs komló. Korjban van komló? Wilderwald. Nem mondanám, hogy úgy de szépek a bubik. Gyönyörű egyébként. Tehát, hogy azt mondom, hogy a kovaföldel biztos. Hogy a Mad Scientistnek a mercenje, az nyilván nem egy rossz mercen, vagy egy off-style mercen, hanem az egy valami, tehát tartományonként, Ausztria is ilyen szempontból nagy ország, hogy Tirol, Felső Ausztria, Alsó Ausztria, Burgund. Kleine, Ike, Ari, Kamien. Na ez fasza. Édes. Ez jó. Baszus, de jó. Iszonyatosan jó. De finom. Német. Vagy nagyon finom. Így van. Tehát, hogy egy... De keserű is. Hát azért... Mondjuk, hogy most összetudnál most kóstolni a Pilsner Urquell-el, akkor meglepődni, hogy az mennyivel sokkal keserű. Tényleg? Száz, nagyon. De én inkább ezt innám, mint a Pilsner Urquell-t. Százszor is ezt választanám én is. Kétfajta emberrel nem szabad leállni szkanderozni. Motocross versenyzővel és kovácssal szerintem. Na figyeld, most jó lesz ezzel. Higgyed el, hogy a cikőnek... Gyönyörű. De a Schladminger, ha valaki csak síelni megy Schladmingba, vagy túrázni... Érdekes egyébként, egy kicsit azért karakteresebben kesernyés ez a sör, mint amit mondjuk egy ilyen nagyon klasszik cikőtől várnál. Kétféle Pils, Mercen, Dunkel, Biosör, Baksör, és mégis állandóan egyre másra kerülnek elő újabb és újabb komoly, jelentős főzdék. Például, mondom, ez a Freistetter, ami valahol Linz környékén van, ez a Freistadt nevű 8000-es lakosú kisváros, aminek ez a főzdéje, és a főzdéje honlapján, elég rendes honlapjuk van, meg is tudták animálni, hogy ha már csak rákattintasz, akkor így folyik a víz, mert nagyon fontos nekik a víz. Megállapítják, hát ezt Józsi még nem is újságoltam Józsinak, hogy hát minden sörfőzde szereti ezt mondani, hogy jó a víz, és a legnagyobb áldás egy sörfőzdének, hogyha jó a víz, nem kell elrózni, mert akkor nagyon sok megy veszendőbe, drága azért a reverse osmózisos vízkezelés, és hogy nekik 3,5 német keménységi fokú, azt írták, én a Google fordítóba beraktam, és hogy kőzetvíz, és azt hittem először, hogy karstvíz, és írjátok meg komiba, ha tudjátok, mi lehet, amit nekem a Google Translate kőzetvíznek fordított, de nem karstvíz az biztos, mert nagyon lágy, 3,5 német keménységi fok. Ami úgy van, hogy a nagyon lágy, az a 0-tól 4-ig. Tehát most nem tudom kapásból, hogy a Pilsenben mennyi a német keménységi fok, Józsi már hál' Isten nyúl a telefonjáért, de olyasmi. És akkor hát tudjuk, hogy akkor lágereket kell főzni Freistadtban, és ők főznek is elég sokféle lágert, és kezdjük ezzel a Biozwickel-lel, ami ugye egy... és minden sörnek saját kupakja van,
és hát természetesen ennek a biocivikölnek is saját kupakja van. Nagyon sok bio árpát használnak. Gersten Weizemeisterbe búza is van. Vármes ütszem, Bodensanus Gaben Möglich. 23 IBU, 4,7-es alkohol, hát egy tökéletes sörnek ígérkezik, és a legtöbb sörre a Freistetternek slow brewing, tehát a hagyományos módszer, amikor nincs sehogyan felgyorsítva az erjesztés, ami hát csak jót tesz a sörnek. Hű, lehet, hogy hergelni kellett volna a palackot. És hát benne van az a rohadt osztrák nemzeti büszkeség és magabiztosság, hogy ahogy kinéznek ezek a címkék, ugye, hogy a pince sör az, hát az a teljes szűretlen állapot. 4-7, ahaj, de gyönyörű a színe. 23-as IBU, külön fejezet, azért egyszer megkóstolom. Azok a finom füves illatok. A hűtő aljában van egy hete legalább, vagy kettő. Nem elég hideg. Miért nem elég hideg? Mindegy, mostan sajnos így jártunk. Azt hittem, hogy ez lesz a tökéletes. Négy hét, de nem négy hétnek tűnik. Négy hétnek tűnik? Nekem sokkal többnek. Nagyon erős íz, erős élesztőség, csak osztrák árpát használnak, és csak ez a felső ausztriai komlót, és nagyon fontos projektjük, hogy személyes kapcsolatban legyenek az árpa termelőkkel. Hát ami egyébként tényleg nem hülyeség, csak hát kinek van arra ideje. És akkor második tételünk, jaj, de szép ez az üveg is. Ugye, hogy érzed szinte ezt a friss komlós üde lehelletet, hogy természetesen csak helyi komlókat használnak, vagy hát a környékről származó Junghopfen Pils. Ugye ez nem egy cseh jellegű pils lesz. 11,5 balling, 4,8%, 33-as IBU, Magnum, Aurora és... Ó, de világos! Ó, de jó zöldes szín! Hoppá! Na, ugye? Ez az, amikor le van szűrve egy sör, ez az, amikor civikről. Azta! Ezt a zöldséget, ez tényleg, ez a zöldes sárga. Keserű a vége. Igen, a friss komlós sör, az mindig ilyen, hogy ott nem tudsz ilyen nagy ízbombát csinálni, ott ilyen finom, könnyed ízek vannak, kicsit a szénsav kiment, kicsit már olyan, nem is tudom, olyan alma neves vagy. Most már kevésbé látom zöldnek például. És így illatban már nem is érzem, utóízben. A szentség itt. Ilyet egyébként innék gyakrabban. Ugye? Hogy ez is olyan kis kellemes frissítő. Hát akkor ennek örömére. Aha. Igen. Tehát itt jelzik, hogy milyen szín várható, és a kupak is felveszi ezt a szint, ez a Rajshern, a Google Translate tanástalanul állt a Rajshern, nem tudom, tanács urak. Gerstenmalz 5-2, megérkeztünk a Mercen zónába. Ez is bio, hál' Isten, jó van. Ha már méreg, legyen bio. Hát... Ja, ez... Basszus. Nem. Ez csak az üveg, benéztem, ez nem barna.
ilyen barnás, kicsit hasonló, ez ilyen mercen jellegű. Egy nagyon finoman utókomlózott, nem is érzem ebben a keserűséget, az erőző, az, ja, annak 33-as volt egyébként az IBU-ja, csak 28, igen, az erőző keserűbb volt. Azt szerintem ez mercen, miért nem mondják meg, hogy mercen, nem mercen? Ráczhern, de ez is egy kicsit, mint a friss komlós, hogy basszus, ez a nagyon lágy víz. Hát igen. De jó lesz ezeket visszainni mindjárt. Mi jön? Igen, a Pegasus. 5-4. Ja, ez egy. Das Schwarze Bier. Café Brauner Schaum. Igen, diós pörkölt aromák. Ez csoda, hogy nem hallottunk erről, nem? Hát, az is ennyire szép üvegek, tehát aki ennyire ad a dizájnra, és ennyi féle sörre van. Zeit 1777. Na jó, jó, ez barnának is, de hát tényleg a habja is barna, hiszen, mint ahogy a tudósok megállapították, a hab sörből van. Igen, hogy két tudatállapot viaskodik bennem, az egyik, hogy egy portert várnék, vagy stoutot. Valójában ez nem az, és azokhoz képest ez általában olyan vizes érzetű szokott lenni ez a fekete láger, de aztán utána mindig hümmögök. Basszus, de jó, édes, tényleg ez a diós. Grillázsos illat, Tényleg a vízük. Annyira lágy az egész. Ezek a friss komlósok is annyira lágyak. Az a beesik a szádba. Igen. Hát kellemes hab. Igen. Nem jó, nem a hűtő aljában van a leghidegebb. De gondoltam, hogy abban a ládába berakom ott, hogy ott a nyitogatást ne befolyásolja, hanem a hátfal mellett. Így fagyasztottuk meg a nyaralás alatt ezeket a pilznereket is például. Tökéletes. Ausztriába tényleg utánfutóval kell menni. Erre tudta a Google Translate, hogy mi a Rotschopf, ez a redhead, tehát ez a vörös hajú ember, ami reményeim szerint egy vörös sör lesz. 5,6. Tos alkohollal, 13,5 ballinggal. Braukommune in Freistadt. Na nézzük, hogy... Rész! Az egy szép! Igaz? Na, én ezt... Ez egy kicsit, ez nem ez a német mercenen messze túlmutató, fasz, de jól néz ki. Hiszem, hogy a rozsda. Rozsda? Gyönyörű, mikroszkopikus buborékok, szép hab. És ilyen nyalókás, törökmézes illat. Anyátok. Sejemcukros kortyérzet. Összeomlottunk. Basszus, de itt is az a rohadt lágy, érezni azt a rohadt lágy vizet, nem? Hogy... Települtek valami forrásra? Vannak ott források. Úristen! Törökméz. Na jó. Úristen, még kettő hátra van. Nézzük a fekete bak. Mi baj lehet egy fekete bakból, nem? Az ember, azt mondom, igye meg azt is. Aztán utána kivisszük az egészet az erkére, és ott hümmögünk.
Míg azt nem hiszi valaki, hogy meleg pornó forgatás zajlik. Mostorok nem, csak utókóstolunk. Kurva jó a dizájnerük. Minden címke egyszerűen, tehát multiknál nem csinálnak. Ennyire szép. Címkéket. Fekete bak. 16,5 ballingról 7,1. Néztem itt a kalóriákat is, ha már az adatokat nézegettem a honlapom. Ez már tudod, ez már óvatosan tömegelő szakaszban testépítők. 60 kalória per deciliter. Ó, ez is olyan csokis kávés. Az, hogy annyira semleges és jó a víz, hogy bármit tesznek hozzá, azt mondod, hogy odaér, ahova kell. Lehet. Nem, azért nyilván tudnak sört főzni. Zeit. Zeit, Siebzehundert, Siebenundsiebzig. Bármilyen hab. Vicces, hogy egy főzdénél ennyire a vizet érezzük, hogy mennyire nagyon jó a vízük. Hát és ez a hab. Hát ez... Kraftot megszégyenítő. Kis bubina. Ez tényleg kraftot megszégyenítő. És ha még hideg is lett volna. Ó, és büszkém, figyelj, tehát, hogy az hagyja, hogy minden kupak... hogy minden kupak saját, de még ez valami külön cím lehet Ausztriában, hogy ez a saját Privatenbrauerei, hogy nem ám multi. Van is értelme egyébként, hogy hiszen egy ilyen privát brauerei, ugyanaz, mint a Boeing. Emlékszel, hogy a Boeing sztori, hogy a Boeing hagyományosan egy mérnökök uralta cég volt, és úgy működött, mint egy családi vállalat, és aztán egyszerre csak átvették az uralmat az okos pénzügyesek, és optimalizáltak, és akkor kezdtek leesni a Boeingok. Szóval nem biztos, hogy a nagyon sok pénz termelés a legfontosabb feladat, hanem ez is egy megoldás, hogy ja, imperátor, na, ez az imperátor, ez már az út vége, utunk végéhez közeledik. 18,5 balling, az már, én főztem 18,5 ballingost, és hát 8-2, 28 IBU, 68 kalória, ha szárkásítasz, ne így áll Freistetter imperátort. Kicsit purutyán töltöttem, illetve hogy hirtelen kiszakadt. Gondolom, előzetes tippem az volna, hogy nagyon sejmes lesz. Annyira érezni fogjuk, hogy ezt a lágy vizet. Várj, akkor ez most szerintük mi? Ez egy bak? Vagy mi? Milyen vastag az üveg? Azt hittem, hagytál benne. Nem szemrányosként mondom, hogy valójában nem. Csak, 8-2... Starkbier. In Bayer Werdenbe zonder a Starkbier, amit der Endungs... Az a... Ator... igen! Az a baj, hogy a címkeszöveg nincs a honlapon, ott másik szöveg van, ezt nem fordítottam le, hogy Bajorországban az erős söröknek az a szokás, hogy atorra végződnek, például a Paulaner, Salvator, igen, és az ő jubileum sörük az imperátor, az első ilyen osztrák ator sör. Basz, kurva nehéz ez az üveg. Miért ilyen nehéz ez? Hogy azt higgyék, hogy Józsi még hagyott benne. Mindegyik nehéz. Tényleg? Ez nagyon nehéz. Imperátor. Úristen. Képzeljétek el, sejmes. Paulaner Salvatorral abszolút egy liga, és ami volt a kedvenc spanyol erős lágerem, ami most az Istennek nem jut eszembe, azt szoktam emlegetni, hogy tehát ez nem sör, ez egy erődemonstráció, hogy
annyi hiba lehet egy erős lágernél. Hát kóstoljátok meg azt a Zakárpátszkije 9%-ost, amit a Mannába árulnak. Tehát már 6%-os sör, és mindenféle ilyen idióta, szar ízhiba van, hogy így lesz rossz, úgy, mintha oxidált lenne, mintha egyszerűen szar lenne, és ez pedig tehát egyfelől erődemonstráció, másfelől úgy képzelem, hogy van, aki ezt ilyen desszertbor szinten, ilyen kaja után elidogálja. Egyet. Szigorúan. Felet. Basz. Ez is a török méz valahogy, az ilyen sejmes, ilyen török méz smoothie. Milyen sűrű, azért alig mennek ki a bubik belőle, hallod? Hát figyeljetek, kihívás elfogadva, nyugodtan hozzatok még eddig nem szereplő osztrák főzdéktől, és hát nem fogom megmondani, melyik a legjobb, de hát na. Szóval, hogy tudod, hogy van, aki így sajnálkozik, hogy Anglia milyen messze van, hogy ott mennyi érdekes sör van, és ez igaz, hogy az íreknél is tök jó, hát a belgák is, de itt van a szomszédban ez az ország, és tényleg ez már a nagyon sokadik. Ígyunk meg az összes sörünket. Ígyunk ki őket a söreikből, ez az. Megelőzzük Ausztriát a kanyarban, és rávetjük magunkat a sörös hordóikra. Úristen. Kis aszalgyümölcsös. És az aszalgyümölcs, mintha török mézbe lenne beleaszalva. Basszus, ezek sajnos tudnak sört főzni. Hát... Osztrákra ittuk már magunkat. Na jó.